Olyan költségvetést sikerült összeállítani, melynek teljesülése esetén nyugodt, kiegyensúlyozott évet tudhatunk magunk mögött, melyben az alulfinanszírozás ellenére minden szféra működésére megfelelően jutott forrás, mondta Bozsadik Róbert polgármester. Az állami támogatások azok körülbelül ugyan a mértékben érkeznek be a költségvetésbe, mint 2018-ban, stagnálás van. Egy 8%-os emelkedés ugyan történt, de ez nem azon múlott, hogy emelkedtek volna a normatívák, hanem a beszámítás, úgymond az elvonás egy kicsivel kevesebb volt ebben az esztendőben. Egy-két területen van némi finanszírozás növekedés, de ott feladat bővüléshez kapcsolódik. Ebből adódik, hogy sajnos ki kell jelenteni, hogy az állami támogatások azok gyakorlatilag stagnálnak, és ebből adódóan jelentős alulfinanszírozottságról tudunk beszélni. Mindez azt jelenti, hogy bár területenként más-más mértékben, de a városnak a kasszába kellett nyúlnia a feladatok maradéktalan ellátása érdekében. Oktatási területen jó számokról beszélhetünk, hiszen ott a város mintegy 10%-kal járul hozzá a működési kiadásokhoz, a többi központi költségvetési támogatásból, illetve működési bevételből fedezhető. A szociális területen vannak nagyon nagy hiányosságok, ott ez a szám már 40% körüli, tehát ott nagyon-nagyon megnyílt az olló. Ez két dologra vezethető vissza, egyrészt az alulfinanszírozottságra, másrészt, hogy a tényleges költségeket nem lehet ráterhelni gyakorlatilag a szolgáltatás igénybevevőkre, hiszen ők egyébként is szociálisan hátrányos helyzetűek, így az önkormányzatnak kell helytállni ezekben a szolgáltatásokban az összegek finanszírozásával. A bevételi oldalakon jelentős forrást biztosítanak a növekvő helyi adóbevételek, illetőleg a TET támogatása. Azt lehet mondani, hogy Bátorszékváros aránylag jó adóerőképességgel rendelkezik a maga nagyságrendjében. Ez nem azt jelenti, hogy magas az egyfőre eső adóbefizetés, hanem azt jelenti, hogy az a pénz, amivel számolunk, az mindig be is folyik. Ez mintegy 303 millió forintot fog jelenteni a 2019-es esztendőben. Ennek legnagyobb részét természetesen az iparozási adóbefizetések fogják kitenni, ez olyan 260 millió forint körül összeg. Itt némi növekedés van az elmúlt évhez képest. Ez elsősorban arra vezethető vissza, hogy vannak olyan vállalkozási területek, gondolok én elsősorban az építőiparra, ahol jelentősebb árbevételből tudtak gazdálkodni 2018-ban és várhatóan 2019-ben, így az iparozási adóbefizetési arány is nőni fog. Kommunális adóban hasonló módon tervezünk, mint egy 32 millió forint beérkezését várjuk a költségvetésben. Hát ezek azok az összegek, amelyek mindenképpen kellenek ahhoz, hogy a költségvetést össze lehessen állítani. Pontos kiemelni még a TET-nek a támogatását, ami mintegy 80 millió forintra tehető ebben az esztendőben, és hát természetesen vannak intézményi működési bevételek. Ebből tevődik össze a bevételi oldal, és természetesen még a pályázati forrásokat nem szabad kifelejteni, hiszen a 2017 és 2018-as esztendőben elnyert pályázatok, azok fel nem használásuk mértékében beépülnek a 2019-es költségvetésben, így a bevételi oldal mintegy 2,2 milliárd forintot fog majd kitenni. Az idei esztendőben is nagy hangsúlyt kapnak azok a felújítások, melyek fokozzák az itt élők komfortérzetét, és nagyon fontos elem a civil szféra támogatása is, mondta a polgármester. Biztosan van még olyan terület, ahová nem jutottunk oda, és kellene, de ugye a költségvetésen belül mindig az arányokat kell figyelembe venni, hogy ne csak egy területet próbáljunk mindig preferálni, hanem minden esztendőben próbáljunk más-más területet is támogatni, akár közművelési épületeknek a felújítására gondolok, akár sportcélú épületeknek a felújítására, amellett, hogy természetesen a fejlesztések és beruházások mellett az általános működést is kell tudni finanszírozni, civil életet kell tudni finanszírozni, erre nagyon odafigyeltünk az elmúlt években, az elmúlt ciklusban, hogy a társadalmi szervezetek működéséhez forrásokat biztosítsunk, idén is mintegy 19 millió forint fog majd rendelkezésre állni, de nagyon odafigyelünk arra, hogy a szociális hálunk az szoros legyen, annak érdekében, hogy senki ne essen ki, tehát aki ténylegesen rászorult, az a várostól a megfelelő támogatást biztosítsa, de hát pénzt kell gyakorlatilag arra, hogy a komfortérzetünket fent tudjuk tartani, jó rendezvényeket kell rendezni, színvonalas rendezvényeket. Ezekre is a források rendelkezésre állnak, hiszen nagyon sokan várjuk már a következő bátorszéki bornapok rendezvényt, ami 2019. szeptemberébe kerül megszervezésére.
Ehhez is megfelelő források rendelkezésre fognak állni a 2019-es költségvetésben.